Sziasztok, Márton vagyok, és hát akkor erre a hétre ez az utolsó videó. Szóval Derrick McCreary-nek kell segítenem. Azt mondta a... Nikon, ne fakad a tököd! Ő csinálja tovább. Szóval azt mondta a Patrick, hogy hát a tesóna segíteni kéne, mert nagyon elhagyta magát, vagy nagyon elengedte magát, szóval lecsapás. Smackdown! Ez egy fontos küldetés amúgy. Sanctimonious on me. Okay. Why do you do this to yourself? Because it feels nice. Because it feels better to be high than not. Does it stop you thinking? Stops you caring. Which is even better. So, what do you care about? I care about getting people back who claimed I was a grass. People who use that to steal shit off me. Maybe that's what your brother was talking about when they said you needed help taking care of all the business. Sure. I mean, I ain't a saint. I ain't a man of principle. I messed up, but I tried. I made a mistake, but I admitted it. We all make mistakes. Exactly! And this guy is still threatening to kill me and my family! What's his name? Bucky Sligo. Bucky Sligo. I heard he was living in Alderney. Can you get access to police computer? Sure. Fine the fuck. Shut him. House up. Okay. Szólam vagyok, szóval Derrick, hát nincs jó helyzetben. A lényeg annyi, hogy annak ellenére, hogy ilyen életet él, még mindig képes a családjára gondolni és óvni őket. És van egy ilyen Bucky Sligo nevű alak, aki elvileg, micsoda már, fenyegeti a McCreary családot, szóval most beírom a nevét, és hát elkapom. Jó, akkor irány is hozzá. Ja, szóval ez a Derrick, az egy dolgom igazán nagyon szerepében karakterben, hogy brutálisan őszintén, tehát bevallja azt, hogy szart csinál, és csak nehéz ellene küzdeni, valami a függővé vált. Na. Jó, oké, akkor mindenkivel maradjak rendőrkocsiban, hogy a haverját is kinyírjam. Szerintem majd bekapcsolom a szirénát, hogy kikerüljenek. Vagy hogy teret adjanak nekem. Meg az fura volt a régebbi GTA-ban. Nem tudom, hogy itt ez így van-e. De az oké is, hogyha valaki előre megy, tehát neked háttal van és az elfordul. De akivel szemben jön, az azt hiszem, az nem változtat az irány, az ugyanúgy megy előre. Itt megállnak, akkor jó. Azt mondom, úgy van, hogy van három küldetése, de ezt követi még kettő, amíg egymás után jönnek. Szóval azért mondtam, hogy ez a videó után kicsit hosszabb, ez előző volt nagyjából ilyen negyed óra, ez a Gary is. A Ray-es volt ilyen több mint egy óra, ezt nem tudom mennyi lesz, szerintem 50 perc legfeljebb.
Meg függ attól, hogy hogyan fogok játszani. Welcome to Burger Shop, man, fuck you! Az egy dolga, ami eszembe jut erről a helyről. Na, akkor jön a nagy üldözés. Ahhoz szerintem ez a GTA-kban a leglassabb üldözés, tehát, hogy fogalmazok, sem izgalom nincs benne. Tehát igazából csak ennyi, így alacsony sebességen megyek át a kerteken, és követtem ezt a furgont. Más GTA-ban ilyen nagy nyílt utcán mennek, mert csak így emberek között. Oké. Mondjuk tudom, hogy amikor kell ilyen rendőrs küldetést csinálni, ilyen mellékküldetést, akkor ott is vannak ilyen autólopók, akiket csak üdözni és lőni. Na jó, szerintem mindjárt ott vagyunk nála. Még egy kis kanyar. És szerintem megérkeztünk, igaz? Mit törtem el? Több minden fényszóró. Ja, megérkeztünk. Az utcán már onnan felismertem. Akkor megöltem Bucky-t. És akkor mindenki ki kell itt bennyírnom. Oké. Futok. Na jó, várjatok, mindjárt jövök. Oké. Oké, várjatok, újra töltök, ez időigényes lesz. És megkérdezem, hogy automata sokánt mindig felhúzza a lövésenként, amikor így lövök. Szerintem azért, mert az animáció a Stubby Shotgunra van az alapra. Baszki. Oké, most már jöhetsz. Vagy jövök. És nála is shotgun volt. Micsoda mázli. Na most a felvette. Jó, te kifutsz, és egy valaki maradt a tetőn. Csak szóval ez a jönni fognak a zsarú, de kikét ma felhívom, mert kihasználom, ahol lehet. Niko, ne lőjé, nincs rá idő. Így szépen elbújok. Na. Jó, addig Niko itt mérgesen elül. Jó, akkor valószínűleg nem működik, mert vagy nem váltam meg a párbeszéd, amit mondott a csaj, vagy szöveget, vagy egyszerűen ki kell mennem a házból ahhoz. Na jó, akkor ezt a kocsit elviszem, mert az egész jó állapotban van. Így né, de van tudva. Azt hiszem, hogy a küldetés nehezebb lesz, mert a rendőr kerül nehezebb menekülni ebben a küldben, mint a bandát túlélni. Hát nem is baj. Megnézze, hogy hülye jósnő, nem tudom, mikor hallgatom utoljában a végjátszásban, de nem szívesen hallgatom most se. És szerintem ennyi volt ez a küldetés, már csak megvárni menni a körözés, aztán... Ja, fasza. Oké, akkor még Derrickkel találkoznom kell valahol. Szerintem úgy is meg el fogja mondani. Oké, rendben van. Most azon, hogy én itt kicsit várni fogok, mert megcsináltam Raynek az esküldetését még annak idején, mert most az izének a Derricknek aztán ezzel a házzal vannak terveim. Szóval ja, most egy kicsit állok és várok, hát ha lesz valami jó belőle.
Persze, most kapok értesítést, hogy mi van, mikor elhagyom azt a területet. Niki, szemmel akarunk tartani. Van egy lakás Waldernében, mostantól használhatod. Ne aggódjak, hogy miatt nem alszik egyedül. Biztonságban lesz. Ja, hát igen, 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 ott van Alderney, mert hogy a Pegorino mafia itt él. És hát a Raynek vannak kapcsolatai vele, vagy kapcsolatban áll velük, szóval nem csoda, hogy kaptunk egy házat. Szóval, ja, igen, 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 ez kell ahhoz, hogy kinyíljon a házat. Nem is baj, legalább akkor vissza tudok menni, el tudom menteni az állást, vagy ha az is nem, akkor legalább tudok deréget találkozni, mert ameddig nem kapom meg a mentőhelyemet, addig nem tud ő se küldit adni. Brucey? You to give it back to him, does he? Shit, no, that's cool. I was just telling him how, you know, you can make things happen. He's gonna be in touch with you about some cars he needs found, if you catch my meaning. Sure, I have an ability to find stuff, if the price is right. Give him my number. Fuck, man, you are the boy. I'll call Stevie. Ja, hogy mi van, a Stevie az Import-Export most fog játékba belépni, lényegében azt, hogy a csávó az küld egy SMS-t, hogy milyen autó kell neki, milyen területen található, te a térképen ezt megkeresed, a megadott adatok alapján, és kész. Általában utcákat ad meg, meg kerületeket, tehát ilyen városrészeket, nem fog konkrét szigetet mondani. A baj az, amikor egy konkrét épületet mond el, hol található, mondjuk milyen étterem, és nem bőrgös tátorban, hanem olyan étterem, hogy mondjuk a játékos nem tud meglátogatni. De amúgy jól meg lehet belőle gazdagodni, hogyha jól összehozol mindent, akkor körülbelül 800 ezer dollárod lesz. Tehát oké, oké, nyilván úgy, hogy ha megcsinálod a bankos küldetés, ami alapjáraton ilyen 200 ezer dollár, de ilyen 700 és 800 között lenne a pénz, hogy mind a 30 autó leszállító legyen minőségben. De én ezt nem akarok foglalkozni, éppen is a szentségetem vele konzolon. Jakt? Milyen jakt? Ez jó, hát igen, értem, itt csak poénkot. Na jó, itt szerintem kicsit be fog mesélni magáról, azt hiszem Derek, vagy hogy mikor célja, mindjárt, mikor nem. És akkor Korea? Ott minden olyan kamu. Észrevettem. Jó rendben, szóval ez a két ember összefogott Derek ellen valamiért, ami az Irához köthető, vagy legalábbis Írországnak a belpolitikai ügyeibe. Mi fel akar szabadítani Észak-Írországot Britanniától, az Egyesült Királyságtól? Nem tudom, hogy a Britannia meg Észak-Királyság, tehát az Egyesült Királyságot meg Britannia mindig összekeverni, tudom, hogy két külön dolog, az zászlók is teljesen más. Jó, akkor kint fedezni kell. Ja. Mi? El akarják kapni szegényt. Oké, okay, ez felrobbant, szerintem azért, mert a sofőr szana szétlőttem, vagy pedig a... Amiben belerakják az üzemanyagot, a tankot kilőttem, jó, hogy mindenki halott. Ezt konzolon utáltam csinálni, mert nehéz célozni. Ez mi? Hogy robbant fel? Majd a küldetés nem rossz, csak ezt konzolon nem szeretem csinálni. Ujjaj, jó, akkor te fedezz hátulra, én pedig megyek előre. Hogyan érjem el? Mondjuk itt a hajó legalább normálisan működik, nem pattog, hanem rendesen úszik.
Ott egy helikopter jön? Tök nyugtató. Azaz. Légi lovasság vagy égi lovasság? Rocket launcher. Oké. Ez most hogy? Ne. Ne, útban vagy öreg, nem tudnál el. Nem is vezeti azt a szart. Öreg, csinálj valamit. Nem beszélek koreaiul, szóval nem tudom. Vamos amigo! Na. Ezt nem fogom eltalálni. Azaz. Ha majd előttem ki, mint ahogyan Jacob lőtte ki harmadjára azt a izét, helikopter még annak idején. És azt hiszem, több ilyen támogatás nem lesz az ellenségtől. Uff. Hát, nem tudom, albánok azok, akik még utálják a McCreary-kel, lehet, hogy azok jöttek. Amúgy amikor Nico annak idején vitt ilyen foglyokat, meg embereket szállított, akkor ilyen hajóba vitte azokat? Vagy ennél nagyobban? Én egy tankerhajóra gondoltam mindig, vagy olyanra, ami ott van leparkolva. Jönne Pisswasser. A reklám. Pont most indul be a zene. Mondtam egész Amerikában, hogy a kísérő Pisswasser reklámot hallgat. Good thing you have your sea legs. I hope the rest of your time here is more peaceful. That's all you can hope for in this godforsaken world. See you around, Nico. Don't put all the payoff up your arm, Derek. Only place for it, me boy. Only place for it. See you soon. Hát jó, akkor ez a Derek egy tök fasza a srác, így nem tudom, Észak-Koreában megszökött a srác, aztán ő biztos, hogy ott neki menedéket, és közben írt nekem a Stevie, de nem érdekel. Na minden, még lesz neki egy küldetés, aztán utána nagyon... Ő nem ad küldetést. Amikor ezt a Derekből én kinéztem volna, hogy ő egy ilyen fejható haver lenne, mi mondjuk Patrick. Nem tudom, szeret elmenni kocsmázni, meg műsorokat nézni, meg striptiszkuszba járni, meg nem tudom, biliárdozni, azért a kevenc programja aztán. Miközben megyünk, így mesél, hogy mit csinált Írországban, és kb. Ennyi. Akkor nem tudom, rehabilitációra jár, és úgy vélem, hogy ez kezd neki működni. Annak ellenére, hogy... ja, hogy viselkedik a cutscene-ek bent, tehát egy ilyen karakter arc. Na mindegy, az lehet, hogy én látom bele túl sokat ebbe a karakterbe. És most mintha 400 000 dollárom van már. A halál alagútja. Elszállítják? Ilyen nem nézed a Nico, hogy kínosan érzi magát. Én még ezt előzőben is mondtam, hogy korábbi videóban. Hogy kim vannak a szemei? Nem tudom, hogy ez itt
motion capture, mocap ruhába csináltak a cutscene-t. Mi történt az épületnek a textúrjában volt hátul? És hová lett Derrick? Ott a cutscene, az a házi félig eltűnt a cutscene végére. Cutscene, cutscene, cutscene. Nico, I hear my brother Derrick is asking you to ice his old drinking buddy Aiden O'Malley. Yeah, he has. What's the big deal? O'Malley is in government custody. He's got more police protection than the mayor. I left a truck with a rocket launcher in it for you in an alley. Off of Applewhite and Alderney City. A truck with a rocket launcher in it. What am I meant to do with him? Who knows? Anyway, the convoy with O'Malley in it has to go through the Booth Tunnel. You're gonna get there first and block the road with your truck. I'm gonna come in from the rear and block them that way. Pick up the truck and give me a call. Szóval azt akarom mondani, hogy nem tudom, hogy mocap ruhában csináltak a cutscene-t, vagy pedig jelentős megölimában, de elég hitelesen van ábrázolva, hogy Derricknek problémái vannak. Na jó, van, ez nem tudom milyen motor. Zombi? Én azt hittem, ez a Lost Endemben van, mint... Ja, várj, ezt vezették a izében is, abban a üldözös küldetésben még ott Raynél. Akkor nem szóltam. Szóval rakétavető van a kamionban? Ezt mondjuk én se vettem észre, ugye nem is használtam, mert minek. Ebben a GTA-ban a rakétavető úgyse kellett használnom. Talán egy ellenfél használt rakétavetőt, de az sem sztori ellenfél, hanem ilyen rendőrös ellenfél, vagy mi értitek. Szóval, mi az, amit akartam mondani? Ja, igen, el kell blokkádolni az utat, mert ez az Aiden O'Malley jól be van védve. Hát, ja, fasza lesz. Oké, akkor ide leparkolok szépen, és akkor itt is van ez a szép kis kamion, aztán majd ezzel fogom takarni, meg fogom blokkádolni az utat. Na jó, akkor indulhatok? Az egyenek cutscene-nal Nikot hagyjuk telefonból. Ez úgy tényleg jó. Ja, hát igen, arra van szó, hogy igen, úgy kell tenni, hogyha ez egy nagy szöktetés lenne, amikor valójában meg kéne, hogy öljük. Szóval, ja, rád be se kapcsolom, mert erre rövid útra úgyse kezdene. Meg az is gondolkodott, hogy csinálna videót arról, hogy az ilyen strangerek elé felkeltem az utcáról, de nem vagy benne biztos. Szeretem a GTA 4-et, de... Hát nem tudom, hogyha a téged nem jelzi ki, akkor én se szedem fel. Vagy jó kiegészítőben ezek a strangerek ki vannak jelölve mindig. Oké! Okay. Róla szépen teleparkoltam. Húha, várnám, van rakétvető? Nem kaptam hozzá semmi lőszert. I got a bad feeling about this. És akkor jön a nagy mentő akció. Oké, és srác túlélt. Azt hittem, hogy le fogom lőni, mert hogy úgy szórtam a lövedéket. Jó, akkor jó segíteni Patricknek. Oké, okay. Vagy ha megmaradt? Oké, okay, vezetem. Én úgy emlékszem, hogy a kikit felhívni, hogy mi van. Szóval élek a lehetőséggel. Na jó, Csajci, akkor segíts rajtam. Mi?
Felejtsd el! Én fel fogom hívni, még hogy el is tudok innen szökni. Please do your thing right now! Oké, majd később be fogok hívni. Ez a fogyatékos nem... meg... ki halt meg? Ja, te, ott hátul. Megosztóan erre mindenki besokkal és nem akar tovább menni. Megállítom, akkor mennek már előre. Na, induljatok már! Srácok! Mi tart eddig? És tényleg az van, hogy én itt megszólaltatom a szirénát és beszarnak és nem hajlandó tovább menni. Az AI-ban kellett volna itt újítani, vagy javítani. Move your ass for Christ's sake! I'm busy, don't you see that? Na mindegy, elég az alkalmkodásból ide elvinni ezt a öreg embert. Amúgy az Aiden O'Malley név visszatér a Red Dead Redemption 2-ben, mikor az ötödik fejezetben kikötünk Gorma partjára, és hát jönnek a kubai... jön a kubai katonosság, aztán akkor így kérdezzik, hogy kit hogy hívnak, aztán akkor mondja izé a Dutch, hogy I am, vagy my name is Aiden O'Malley. Na mindegy. Jó. Akkor meg is érkeztünk. Nézzük akkor ebből mi jön ki. Na, nem szól copyrightos zene. Az hogy nem tudtam kitörni. Jó, hát mondjuk ezek eléggé érét. Mi az? Ezek erős kerítések. De az baj, ez a srác nagyon optimistán gondolkodik, ez a Krapek, szóval... talán túlságosan is. Jó, akkor itt is vagyok a helyszínen. Ide kellett vinnem? Jó, már szerintem fogok csúszni, és így mission failed. Tökéletes az állás lenne. Oh, az a reakció. Derek? But he ratted me out. He's the reason I ended up in that place to start with, the spineless. So you thought you'd talk about it. He's my brother, and guys like you are killing it. Nico, get rid of dear old Aiden. Én nem akarom ezt az ember kinyírni. Oké, okay, szarember, ez tény, és biztos embereket ölt, de... nézd, milyen boldog. Hát spirituálisan az lesz el, öreg. És itt hagy engem Patrick. Te köcsög, gyere vissza, te ír! és itt hagy. Nem ám, hogy felszerűen motor, mert itt van a semmiből, nem, elhagyd és itt hagy engem, nem tudom, jogonolni. Kocogni. Hát jó, igazából akkor úgy néz ki, hogy Aiden O'Malley-t meg Bucky Sligo-t beárulta ez a Derek McCreary. A saját javaiért, valószínűleg még nem akart részt venni ebbe az írás dolgon, szóval inkább beárulta a haverjait, hogy még ennél sem tudják visszaerőltetni erre. Aztán nem tudom, Bucky az így kiszökött, és azóta meg akarja ölni az árulás miatt Derek-et, aki meg egyszer csak nem akar kéne ebből az életmódból.
Ez egy bonyolult szituáció, és ez nem tudom megérteni, de ez miatt tetszik a karakter. És annak ez a kocsi, ő mi az már? Golyóálló, nem törésálló az üvege, és nem autóálló. Úristen, egy közben rám itt Francis. Nico, találkozunk a Castle úton. Francis, jó. Brucey? Köszönöm, Bruce is túl arról, hogy Mallory meg Romannek vannak terveik egymással. Oké, akkor itt van a hely, amit megbeszél Francis, fenn vagy rám írt. Vagy ahol írt, hogy jöjjek. Vértestvérek, hú, ez biztató név. Én össze is fedettem, hogy Francis a McRae család tagja. Threatening to talk to a journalist about his family, about me. Well, tell him to be quiet. I am trying to become the commissioner of police. I'd be a laughingstock. Cop, the famous snitching traitor for a brother. Ugh. You know, the crooks I can handle. See, that I can spin, but not this. Not this. Hey, madam, Nicole. Bismarck and Lancet. Deal with him. Make him a tragedy, not a disaster. Do it, or I will put you away. Oh, don't push me. Jó van. Dereket fel tudom hívni ezek a csapat, mit gondol? Ez a találkozó én neki is fura lesz. Na, van egy taxi úgyis. Akkor nem. Na, most meg persze hív. Tudom, hogy elemes telefonok volt és fel kellett tölteni, mert akkumulátor nem volt. Vehetné folyton elemet. Na jól van, szóval... hát jó, én mondom nektek az őszintén, én Derrickkel fogom választani, hogy maradjon életben, mert ez a Francis egyszerűen nem szimpatikus, és... ő ugyanolyan hazug, meg gyáva, meg beképzelt, csak Derrick az legalább szeretnye vállalni. Mert belőle kérdezve, hogy azt mondja, leáll bűnözés, akkor le fog állni. Ez kell ugyanolyan
Hol az irány? Nem tudom, erre kell menni. That's what I like to hear. I want you to take the window cleaning elevator on one of the buildings around back of the courtyard. Get in position and put Derek out of his misery. Shit, I better get ready to act surprised. Don't miss, Nico. You might hit me. I'll hit who I'm aiming at. Don't worry. Na, tehát azt akartam mondani, hogy ez tiszta olyasmi, amikor a Dwayne meg a Playboy között kell választani, mert van egy karakter, aki oké, sikeres, gazdag, meg így mutatja magát a médiában, ilyen meg olyan jó MPP, valójában egy seggfej, és az a másik, aki meg egyszerűen nyomorult, de olyan jobban tudom sajnos egy többől jobban érzni, mint a másik véglettel. Ja, nagyon készséges alakról van szó, de az egyikből legalább ki tudom nézni, hogy nem fogja a küldetése után ártani a világnak. Francis meg... mert tudom, mit csinál ezt meg azt. Derek, my brother! Frankie, what's this about? I've gotta say, I'm nervous about this little meeting. Shit, when I heard you was back, I nearly shat myself. Sit down. Why didn't you call me? You could have slept on my couch. I'm doing real well for myself, real well. I'm sorry about how life turned out for you. Jól alakít, ezt meg kell hagyni. Csak én nem szeretem ezeket a színészeket. Bár nem tudom, hogy ebben mennyi a valóság alapja, mert hogyan fogalmazzak már. Vagy hogy mi a kánon. Mert ha leültem volna a Derricket, akkor lefelé ilyen kátszni, hogy megszól a Francis, hogy jaj, ne meghalt a testvérem. Szóval nem tudom, hogy... szerintem lehet, hogy igazából az a az a valódi befejezés, hogyha a Derricket ölöm meg, de egyszer nem akarom. Szóval ja, most le kell innen lógnom, és kéne nekem egy autó, de sehol nem találok, mert nincs sehol. És az is el fogsz nem hajtani ott előttem. Onnan pirosról átment zöldre, aztán ez így szopás. Na jó, akkor lesz, hogy gyorsan hazamegyek és sem átöltözök. Mert nem sokára jönnek itt dolgok, amik jönnek, ennyi. Ó, még Derrickkel is beszélek, és miért a Stallionommal? Jó, fasza. Az igen, hogy leparkoltál. Innen hogy fogok kijönni? Nem tudok átmászni rajtad? Ez hogy nem. Ezt nem gondolhatjátok komolyan, Rockstar. Ez most mi? És ugyanígy száll ki ilyen Nico, mert nem tudom, életképtelenné vált. Na, azért úgy kell kimászni. Go fuck yourself. Jó, ember legalább ez le van tudva. Na, Peki végre hív. Stop by, man. See you there. Remember to wear a suit, Nico. Can't have you dressed like a bum in church.
Hát persze, hogy máshogy jelennék meg. Oké, szóval ez olyan küldetés lesz, ami ilyen... telefonos küldetés, erre nem tudod mondani. Öreg, ezt úgy néz, hogy elkerülhetetlen küldetés, hogy ami feljönnek, nem tudsz interakcióba lépni más dolgokkal, de... Hát ez így van. És most kéttel beszélek. Nem tudok vezetni. Kár pedig úgy vezetek ki ebben a kocsiban, hogy Dwight Schrute szövege meg öltönnyel. A kocsi meg... Hát volt már jobban, de ő is ugyanilyet vezet a szem az office-ban. Jó, akkor irány temető. Vagy a temetés. Jó, akkor meg is érkeztünk. Itt is van a Romero, azt úgy hívják a... halottas kocsit. Már feltettem. Tetszik össze, hogy vannak rendőrök a háttérben. És van Derek. Ó, oh, te! Oké, hát ez egy szomorú nap a McCurry család számára. Hát igen, és így vagyok. És minden bizonnyal ők is. Ah, hát persze, persze, hogy kell a probléma. Albánok aztán jönnek intézni az akciót. Ez nagyon jó lesz. Na jó, de ződig elő, aztán harca fel. Nincs, úgy néz ki. Aha! Ennyit nem érdekel a szöveged. Ez volt egy teremtés, ez hullagyalázás. Na, egy jött ki. Amúgy ezek az albán skinek ugyanazok, amiket Nikovert adjon ott még a játék legelején. Azok az uzsorások. Jó. Na. Oké. Na, veled mi van? Na, meg valaki. Igen. Elég nehezem a célzás mostanában. Jó, hát 3 videó egymás után, bocsánat, 4. Mert egyet törölnöm kellett. Tehát kicsit azért fárasztó így a végére. Nem csoda, hogy nem bírom már a lövöldözést annyira. Jó, de gyorsan menjetek a temetőbe. Mi pedig visszük Francis-t. Azt találta, hogy lefagytunk. Lehet a videó után a gépemet kell temetni. Na jó, ez mi történik? Azt találta élet, ez nem lesz jó így. Oké, meghaltak.
És engem addig kell menekülnem, eddig mi van már? És menekülni kell, mert ha kiesik a koporsa helyre, az nem menne jó. Mert akkor nem fogja visszapakolni. És utána jobb is, hogy Francis-t öltem meg, mert ő közelebb van az ő temetője, mint mondjuk Derrické. Derrické az azt hiszem Brokerban van. Míg neki meg nem tudom, Nixon Islanden? Vagy hogy hívják a szigetet? Hát igen. I could have fucking guessed you'd bring her up. I was thinking you only kept those hitmen away from the church to protect my sister. I did it all for you. Sure you did, Nico. Tell yourself you did it out of the grace of your own heart, rather than for another piece of your anatomy, which ain't gonna get used, I might add. Okay, akkor ennyi. Okay, this is it. De szép lomb korona. És akkor végső nyugovóra helyezzük el Francis még. Még gyászbeszédet tudok tartani. Francis, te egy ember voltál, aki lőveszített a bevédén a bűnözőktől, de nem néztél magadba sohasem úgy mélyen. És nézd, hova jutottál. Na, megvoltak a gyászbeszéd. Thanks, Nico. What for? Cops are just regular guys trying to survive. Pontosan én sem szeretem megölni őket. I'm not here for Francis. I'm here for you and Packy. Like I said, thanks. Give me a call sometime, Nico. Give me a call sometime, Nico. És akkor ennyi Derrickkel nem fog már találkozni. Gary ott van bent, vagy Jerry, vagy hogy nevezik. Két éve még fogunk találkozni, mert Packyvel nyilván. És a holdas kocsi az most hol megy? Mi? Jó, ez sem valami random csaj. Azt hittem már két vezeti a holdas kocsit. És miért van ide spawnolva ilyen jó állapotban? Tök mindegy, szóval akkor igazából ennyi. A következő videóban szerintem az izének fog segíteni, a Burninek, vagy Floriannek. Meg az izének, a Philnek aztán igazából le van tudva. Megnyomom a későbbi főnököket, de nekem már elég volt ebből a GTA 4-ből. Annyit akartam még elmondani, hogy ha Francis hagyta volna életben, akkor azt csinált volna, mint a Kiki, hogy halálos körözésig a rendőröket lebeszéli. És körülbelül ennyi. Csak mivel Kiki korábban elhelyezte mi Francisnek a lehetősége, akkor arra gondoltam, inkább akkor megölöm Francis, és így ugyanúgy lehetem rá a rendőröket. Ebben semmi belekötésem nincsen, vagy beleszól, és senki nem tud belém szólni. Talán annyival lett volna jobb, hogy kapok pénzt Derrick megöléseért, de van egy pénzem így is, szóval erre már nincs szükségem, fogalmazzunk így. Szóval, ja, én Márton voltam, találkozunk a legközelebb videónál, addig is sziasztok!